Az új szélcsőnyi terv energetikai pályázatán mintegy 40 millió forintot nyert a Szebeton irodaházának korszerűsítésére. A 4 évtizede átadott épület nem csak kívülről újult meg, hanem kibővítették és kicserélték a fűtését is. Az építőiparnak a jelenlegi mélyválsága az annyira leköti a forrásainkat, hogy a vevőink finanszírozására fordított pénzeszközök mellett nem tudtunk volna annyi forrás elszabadítani, hogy teljes egészében egy ilyen volumenű beruházást megvalósítsunk. Gyakorlatilag így a teljes bekerülési költségnek az 1/3 a támogatás formájában valósulhatott meg, és ebből korszerűbb, jobb és teljesebb körű beruházást tudtunk végrehajtani, mint amit egyébként saját magunk meg tudtunk volna valósítani. Felületesen ítélünk meg dolgokat legtöbbször, és jelen esetben ez még ül is, ez a felületes megítélés, mert valóban megjelenését tekintve az épület szép lett, színes lett, mégis egységes, több bérlőnk van, 3 bérlemény van a Lidl felül oldalon, az a fajta keszekuszasság, vagy papagáj színű, sok színű megjelenés, ami korábban volt, az így eltűnt és egységesebbé vált, de ez csak a felület, ahogy utaltam rá, csak a látvány. Valójában ami a fontos, az az, hogy egy hőszigetelő réteg került az épületre, mind az irodaházra, mind a melléképületre, és a nyilázárok is újak, illetve legtöbb helyen, ahol korábban már új nyilázárok kerültek elhelyezésre, a hőszigetelő üvegek révén energiatakarékosabb lesz az épület, és a fűtési rendszer átalakításával pedig fűtési költséget is tudunk még pluszban megspórolni, illetve az egyes fűtési ágak mérésével a bérlőinknek a korrektebb elszámolása is lehetőség nyílik. A kivitelezést 4 hónap alatt éppen a téli időszakban végezték, de minden határidőt sikerült tartania a nyertes cégnek. Az a rendszer az építőiparban, ha visszanézzük a régi időket, akkor a kőműves bácsi karácsonykor meg decemberben nem dolgozott. Egy olyan a rendszer, akkor kell építeni most már az építőiparban, amikor a pályázat elnyerődik, csúnya kifejezéssel. Mi november 24-én kezdtük ezt a munkát, és tényleg ide jött a Mikulás, ide jött a Jézuska, és ide tolt az építési vezetőnek a tojást is a nyúl. 26 társaságnak a munkája, egymás után szépen következnek. Nem is lehet. Tehát úgy mondom, hogy ez a 4 hónap volt ennek a kivitelezése, benne volt ugye az ünnepek, és benne volt azért egy 3 hét nagyon kemény idő, amikor a kinti munkákat nem lehetett csinálni. Ennek ez a minimális kivitelezési ideje. A Szebeton a felújítással is méltón ünnepli fennállásának idei 90. évfordulóját.